Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Líceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látják. Főbb híreink röviden, egy-egy mondatban. Fórumot szerveztek egyetemünk szeptemberben induló mesterképzéseiről. Idén először ülésezett az öreg diákok baráti köre. Virágzik egyetemünk borkultúrai élete. Következzenek híreink bővebben. A szeptemberben induló mesterképzésekről tartottak tájékoztatót az Egyetem EGRI kampuszán. A fórumon az osztatlan, valamint a rövid ciklusú tanárképzésekről esett szó. Az alapképzés úgy teljes, ha hozzáfűzzük a mesterképzést is. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg dr. Pajtukné, dr. Tari Ilona rektorhelyettes asszony a mesterképzésről szóló nyílt napot. Miután a köznevelésben, a pedagógus képzésben egyre nagyobb tanárhiány mutatkozik, én mindenkit biztatnék arra, hogy jelentkezzen a tanárképzésbe, akár a 10 fél évesre, akár ha tanítói végzettsége lesz, akkor a rövid ciklusú tanárképzésre, hiszen az elhelyezkedésük biztos lesz ezáltal. A fórumra olyan alapszakos hallgatókat vártak, akik szeptembertől az osztatlan vagy a rövid ciklusú tanárképzésen szeretnének mesterdiplomát szerezni. A nyílt napon arról is tájékozódhattak a résztvevők, hogy a pedagógus, valamint a történelem mesterképzésben résztvevő hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy az intézmény doktori iskolájában tanuljanak tovább. Azért jöttem el a nyílt napra, mert tudni szerettem volna azt, hogy milyen lehetőségek vannak a továbbiakban, így BA után. Ezzel megszerezhetik a Magyarországon legmagasabbnak számító iskolai végzettséget, a PhD fokozatot. Azok a hallgatók, akik szeptembertől mesterképzésen szeretnének tovább tanulni, február 15-ig adhatják be jelentkezéseiket a felvi.hu oldalon. Megtartotta idei első, összességében 25. közgyűlését az EGRI tanító és tanárképzős öreg diákok baráti köre. A tagok az éves találkozón kívül rendszeresen tartják a kapcsolatot, valamint havonta szerveznek kirándulásokat, összejöveteleket. Az előző év összegzése volt a célja annak a gyűlésnek, melyet az EGRI tanító és tanárképzős öreg diákok baráti köre tartott. A közgyűlésen főként EGRI tagok vettek részt, de számos környező városból is tiszteletüket tették a tagok. A baráti körről Hegedűs Tibort, a gyűlés elnökét kérdeztük. Hát a baráti kör az közel 30 éve működik, de a prepanakok számával ünnepeljük mi a baráti körnek az összejöveteleit. Tavaly tartottuk 2017-ben a 24. prepanapot, tehát a tanítóképzőbe érettségizettek, 24. alkalommal vettek már át diplomát, arany, vas, gyémánt, rubin diplomákat. Az eseményen köszöntötték az új tagokat, és elbúcsúztatták azokat, akik már nem lehetnek köztük. A vezetőség egyeztette a tagokkal az aktuális változásokat, az anyagi háttér alakulását, és programjavaslatokat tettek az idei évre, melyekre szavazhattak a tagok. A tavalyi évhez hasonlóan idén is színes programokat kínálnak. Havonta szervezzük a programjainkat, minden első kedden, rendkívüli esetekben tesszük más időpontra. Általában hallgatunk előadásokat, kirándulni, megyünk egy évben egyszer mindig külön járat autóbusszal az ország különböző részére, de voltunk már külföldön is, Szlovákiában, Kassán, meg egyéb nagyobb városaikban. Voltunk Ópusztaszeren, tehát az ország megismerésére törekszünk. A baráti kör gyakran szervez összejöveteleket, valamint különböző szabadidős programokat. A következő ülést márciusban tartják meg egyetemünkön. Az először megrendezett motivációs borkóstolón a legkiválóbb hazai és külföldi borvidékek nedőit kóstolhatták meg a résztvevők. A Kutatási és Fejlesztési Központ rendezvényén az oktatók mellett a hallgatókat is várták. Első alkalommal rendezték meg a Kutatási és Fejlesztési Központ motivációs borkóstolóját, ahol a hallgatók mellett a borászat iránt érdeklődők is ízletes borokat kóstolhattak.
A programon kezdetben Hegyi Ádám, az Eszterházi Birtok borásza és dr. Zsófi Zsolt, a szőlészeti és borászati tanszék vezetője segített a borok ízkarakterisztikájának felismerésében. Egyelőre először volt került megrendezésre, elsőéves hallgatók, illetve felsőbéves hallgatóknak közreműködésével, de szeretnénk, hogyha a jövőben havi rendszerességgel megtörténne egy borklub keretén belül. Több borral, több ízzel megismerkedjenek a képzésük során, nem csak Magyarországról, hanem a világ számos bortermelő vidékéről, ezáltal a saját fejlődésüket segítik elő. A másik pedig egy csapatkovácsoló esemény, amit szeretnénk, hogyha a jövőben egy önszerveződési folyamat révén önálló életre kelne a hallgatók körében. Az eseményen ismertették a borkóstolás alapelveit, valamint a megízlés után a résztvevők egyénileg kiértékelhették a borokat, és megosztották egymással személyes tapasztalataikat. Szerintem az a jó a borban, hogy egyébként a közösség összehozó ereje az hatalmas nagy. És például ez a legutóbbi kóstoló szerintem nagyon aranyosra sikerült. Tehát, hogy nem ment át annyira hangos önmegnyilvánításba, hogy eltérünk a szakmától, meg tudtunk beszélni minden egyes bornak a jellemzőit, amit tudni kell róla. Szerintem mindenki sokat tanulhatott ma. Az egyetem életében fontosnak tartják az ilyen eseményeket, ugyanis a borászati tudás gyarapításához elengedhetetlen a társaságban töltött borkóstolás. Az Eszterházy Károly Egyetem adott helyet a gyakorlóiskola által szervezett országos versenynek, a Tudok konferenciának. Az előadások 4 szekcióban zajlottak, ahol a diákok egy korábban elkészített munkát prezentáltak tudományos igényességgel. Az összegyűlt fiatalokat dr. Juhász Tibor megbízott rektorhelyettes köszöntötte. Mint mondta, ez alkalommal nem diákok egy versenyen, sokkal inkább kutatók egy szakmai rendezvényen. Külön örülök annak, hogy ez egy konferencia úgymond, ahol a diákok egy korábban elkészített munkát prezentálnak tudományos igényességgel. Én valahogy ezeket sokkal jobban szeretem, mint a tanulmányi versenyeket, ahol ugye ez a gyors észjárás, meg kinek milyen rutinja van már a feladatmegoldásban jelent előnyt. A házigazda gyakorló iskola igazgatónője Légrádi Kőházi Tima kiemelte, nagyon fontos, hogy ne csak az iskolapadban tanórán foglalkozzanak tudománnyal a fiatalok, hanem kutassanak is. Ez a rendezvény pedig egy remek alkalmat biztosít, a bemutatkozásra tette hozzá. A gyakorló iskola egyébként a mindennapokban is jól tudja hasznosítani már meglévő infrastruktúráját, eszközeit és laborjait. Mindkét épületünkben a legkorszerűbb berendezéssel felszerelt tudományos laborunk van. Természetesen ezt igyekszünk kihasználni, nem csak a gyakorlóiskolás diákok, de a környékbeli iskolákból, településekről is járnak be diákok, és természettudományos órákon vesznek részt. Versenyeket szervezünk, megyeszerte országos versenyeink is volt már, tehát nagyon büszkék vagyunk rá, és igyekszük kihasználni. Az izzadó tenyerek és az utolsó pillanatig izgatott diákok végül mind szépen teljesítettek prezentációjuk során. A pályamunkák fele jutott a Kárpát-medencei döntőbe. Idén is meghirdették a borkultúra fejezetei tantárgyat az előző évek pozitív visszajelzései nyomán. A borok és a szőlészet világa minden évben sokakat vonz, ezt a nagyszámú jelentkezések is alátámasztják. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is meghirdették a borkultúra fejezetei nevezetű tárgyat. A diákok minden évben nagy lelkesedéssel látogatják az órát, szívesen ismerkednek a szőlészet és borászat rejtelmeivel. Azt hiszem, hogy idáig is nagyon pozitívan tudok nyilatkozni, mert akik eljárnak órára, akik részt vesznek, azok jó eredményt érnek el. Jó eredményt érnek el, és élvezik. Élvezik, szívesen jönnek, és én azt hiszem, hogy ez az óriási előnye a több mint 25 éve elindított borkémia, amit a borról tudni illik, vagy a Borkultúra fejezetei című előadás sorozatoknak. Az első tanórán a résztvevők megismerkedtek a borkultúra alapjaival, a továbbiakban pedig bővíthetik tudásukat, hiszen a fél év során a hallgatók több szakértő előadásán is részt vehetnek, illetve lehetőségük van pincékbe is ellátogatni az óra keretein belül. Amennyiben partnerek ez a csoport tagjai is, úgy mint az előző fél évben is, pincészetekbe, feldolgozókba is ellátogatunk. Természetesen szüretet nem tudunk biztosítani ebben a fél évben, de a Szépasszonyvölgyi
két pincében is szeretnénk megnézni. A Hauser tanárulék pincét is szeretném, azon kívül a Kaló féle pincébe is szeretnénk elmenni. A professzor reméli, hogy a következő években is nagy lesz az érdeklődés a tárgy felé, és minél színesebbé tudják tenni a tanórákat. Tehetséges középiskolások vették birtokba a líceumot, akik azért érkeztek, hogy tehetségútlevelet szerezzenek. A már 5. éve megrendezett esemény résztvevőinek létszáma idén jelentősen bővült. 5. éve működik, így idén jubilált a Tudományról diákoknak kíváncsiságból Tehetségútlevél a TDK-hoz című program, mely a középiskolás korosztályt szólítja meg és hívja együtt gondolkodásra. Ez alkalommal 121 pályamunka érkezett be a felhívásra, melyek közül 91-et elő is adhattak a diákok a líceum falai között. Minél inkább non-direktíven közelítjük azt meg, hogy a diákok érdeklődjenek valamilyen téma iránt a világból, és legyenek nyitottak, annál inkább nagyobb elköteleződést tudunk kiváltani, hogy már pedig itt az egyetemen olyan szakokat tudunk kínálni, ahol ezeket a kérdéseket meg tudják tudományosan is válaszolni. A Tehetségútlevél résztvevői előbb-utóbb a líceum összes termét megtöltik, hiszen évről évre nagyobb az érdeklődés a kezdeményezés iránt. Ezt már dr. Liptai Kálmán, az egyetem rektora mondta a fiatalokhoz szólva. Hozzátette azt is, egyetlen dolog kerülhet az ember birtokába, amivel bármikor, bárhová eljuthat, ez pedig nem más, mint a tehetség. Bővült egyébként az idei évre a választható témák palettája is. A lényeg az volt, hogy minden diák megtalálja a hozzá közel állót. Én személy szerint a 21. századi diák és tanár kapcsolatáról. Én úgy gondolom, hogy ez egy kifejezetten háttérbe szorult téma mostanság, de úgy gondolom, hogy a történelem során rengeteget változott ez a viszony, és emiatt egy érdekes dolog lehet erről mesélni. A versenyzőket minden szekcióban hozzáértő zsűri értékelte. 12 szekcióban valóban olyan zsűri fogja ezeket a produkciókat értékelni, amiben a tagjai különböző tudományterületeket képviselnek. Tehát törekedtünk arra, hogy minél több szemléletmód képviseltessen egy-egy ilyen megmérettetésben, és az oktatók mellett diákok is helyet kapnak, tehát a hallgatóink is helyet kapnak ebben a zsűriben. A résztvevő diákok egymástól szerzett tapasztalataikkal is gazdagabbak lettek, sokan elárulták, hogy itt, az Eszterházy Károly Egyetemen tervezik tölteni az egyetemi éveket. A kutyák természetvédelemben betöltött szerepéről esett szó azon az előadáson, amelyen Deák Gábor méreg és tetemkereső kutyavezető tartott előadást az EGRI természetvédelmi estek alkalmával. Sokan nem gondolnák, hogy a kutyák a természetvédelemben is hatékonyan bevethetők. Erről és a mérgező szerek természetbe jutásának veszélyeiről Deák Gábor, méreg és tetemkereső kutyavezető beszélt az EGRI természetismereti estek keretein belül. A jelenlévők első kézből hallhatták, hogyan kutatják fel a mérgeket a természetben, valamint hogy milyen nevelésben részesültek az erre kiképzett tetemkereső kutyák. Azt mondhatjuk, hogy az illegális mérgezések egy igen komoly problémát jelent, legfőképp a ragadozó életmódú és gyakran növekvő ragadozó madaraknak a számára. Ugye Magyarországon minden ragadozó madár védett vagy inkluzívan védett, ezért a legnagyobb károk a madárállományokban fordulnak. A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket a programsorozat következő előadásaira. Kedves nézőink, Önök Hírlánc című műsorunkat látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!